Újabb erős földrengés rázta meg a nyugat-afganisztáni Herat tartomány szerda reggel, miután a szombati halálos földmozgás miatt ezrek töltötték a szabadban az éjszakát. A 6,3-es erősségű rengés következtében legalább 130-an megsérültek, egy földcsúszamlás pedig elzárta a tartományba vezető főutat. Az összes ház megsemmisült a faluban, de senki sem halt meg. A birkáink és az ingóságaink azonban a romok alatt rekedtek, mondja egy helyi férfi. A talib kormány korábbi közlése szerint a szombati rengés sorozat 2000 halálos áldozatot követelt. Az afgán hatóságok szerdán jelentősen, mint egy 1000-re mérsékelték a halottak számát. Az egészségügyi világszervezet szerint a rengés legtöbb áldozata nő és gyermek. A régió egyetlen egészségügyi intézményében, a Herati regionális kórházban helyi hiány miatt a sérülteket az udvaron látják el. Közben továbbra is önkéntesek kutatnak esetleges túlélők és holttestek után. Herat tartomány 6 teljesen elpusztult falvának romjai alatt.